Namaste! Üdvözöllek téged, az anyagi világban utazó lelket! Ez alkalommal azon szeretnénk gondolkodni, hogy mi a baj a világgal. Miért van az, hogy látszólag minden rendben van, van munkahelyem, van pénzem, van családom, van házam, van autó, mindenem van, és mégis valami baj van a világgal. Vajon tényleg a világgal van baj, vagy esetleg valami mással, ennek járunk most utána. Kérlek, tarts velem! A világgal az a baj, hogy úgy rendezkedett be, hogy egyáltalán nem a lelki önmegvalósítást segíti, hanem ezzel ellenkezőleg minden a világban azt a célt szolgálja, hogy minél jobban ide kössön bennünket az anyaghoz. Mindenképpen azt szeretné a világ tőlünk, hogyha részt vennénk abban a harcban, ami a világ működtetését szolgálja. A mindenkori államfők, a cégvezetők saját érdekeit tartják szem előtt a köznép érdekeivel szemben. Fontosabb nekik az, hogy ők pénzt csináljanak, fontosabb nekik az, hogy úgy legyenek a dolgok, ahogy ők elképzelik, mintsem, hogy a nép lelki felemelkedését szolgálnák. Milyen világ az, ahol egy üdítő ital hosszú távon fogyasztva halálos betegségeket okoz? Milyen egy világ az, ahol az úgynevezett gyógyszerek olyan mellékhatásokkal bírnak, hogy más súlyosabb betegségekkel kerülünk kórházba, és végül belepusztulunk? Milyen világ az, ahol minden sokkal fontosabb annál, hogy az ember lelki békéjét elérje? Ugyanakkor van egy jó hírem. A világgal nincs semmi baj. A világ tökéletes. A világ harmonikus. Mindannyiunk számára egyformán nyújt napsütést a nap. Víz korlátlan mennyiségben áll rendelkezésünkre. És tulajdonképpen csak a mi szemléletmódunkkal van gond. Nem vesszük észre azt, hogy olyanok vagyunk, mint a partra vetett hal. A hal eredeti közege az óceán, és ha az óceánból a hullámok valamiért partra vetik, akkor ott fog vergődni. Hiába lesz elegendő pénze, hiába adunk neki napszemüveget, fagyit, bármit, az a hal vergődni fog. Úgy fogja érezni, hogy valami baj van a világgal. Tehát, ha szeretnék választ kapni arra, hogy mi a baj a világgal, csupán annyit kell tennem, hogy egy lépést az óceán felé, egy lépést a lelki, spirituális óceán felé. Abba az óceánba, ahol az ember eredeti közegében van, és teljes elégedettségre lelhet. Tehát a világgal a baj nem az, hogy dolgozni kell. A világgal a baj nem az, hogy pénzt kell csinálni. Hanem a világgal a baj az, hogy úgy kell pénzt csinálni, úgy kell dolgozni, és úgy kell élni, hogy közben nem marad semmi időnk a lelki önmegvalósításra. Pedig a lelki önmegvalósításra a legeslegfontosabb, sőt, az egyetlen fontos dolog. A védák szerint nagyon-nagyon hosszú idő után nyerjük el az emberi születést. És egyedül az ember képes arra, hogy képes legyen mérlegelni helyes és helytelen között. Más életformákban, mint például egy növény, bármilyen ártatlan is egy növény vagy egy állat, ők nem képesek gondolkodni az élet fennkölt értékei. Nem képesek feltenni a kérdést, hogy mi a baj ezzel a világgal. Ha feltetted ezt a kérdést, hogy mi a baj a világgal, az azt jelenti, hogy már jó úton haladsz. Elindultál a lelki ösvényen. Éppen ezért sose add fel, és ezt a kérdést addig-addig hajkurázd, addig-addig járj a végére, még meg nem fejted, még meg nem érted, hogy mi az a megoldás, mi az az út, aminek segítségével megértheted, hogy a világ teljes és harmonikus. Azon próbáltunk most elgondolkodni, hogy miért van az, hogyha látszólag minden rendben van körülöttünk, család, munka és így tovább, és mégis valami hiányt érzünk. De mi van azokkal az emberekkel, akiknek ráadásul nincsenek rendben a dolgaik, és hiányt szenvednek ebben abban? Ők vajon jogosan érzik azt, hogy baj van a világgal? Erre a helyes válasz az a mi részünkről, akik nem szenvedünk hiány dolgokban, hogy segítsük azokat, akik hiányt szenvednek, mert amíg egy bizonyos szint nem érünk el, amíg a nélkülözésnek a legalsó szintjéről nem tudunk felemelkedni, addig valóban nehéz lesz az élet értékein gondolkodni. Ugyanakkor tisztában kell lennünk azzal, hogy semmi sem történik véletlenül. Sosem
kel fel véletlenül a nap, és nem véletlenül nyugszik. Teljes, precíz pályán, megjósolható pályán mozog. Hasonlóan a mi életünk is egy pályán mozog. Ezt a pályát mi magunk alakítjuk a saját tetteinkkel. Tehát, ha valami gond van a világban, az egyetlen egy dolog az, hogy én a harmóniát megbontom. A harmóniától eltávolodok, és éppen ezért látok diszharmóniát. A harmónia pedig az, hogy partra vetett halként felébredek, megértem azt, hogy partra vetett hal vagyok, és ne itt a parton keressem a boldogulást. Ne azt gondoljam, hogyha kapok fagyit, vagy bármilyen anyagi javakat, akár családot is, teljesen elégedetté válhatok. Teljesen elégedetté, csak akkor válhatok, ha visszatérek az óceánba. Meg kell keresni a patak mentén a forrást, és elmerülni a spirituális óceánba, a lelki élet óceánjába. Ehhez az utazáshoz, melyen felderíted ezeket a ereket, ezeket a patakokat, és nem hagyod magad addig, amíg el nem jutsz egészen a forrásig, mert ha megvan a forrás, megvan a válasz. És hagyd magad, hagyd vigyen a víz el egészen az óceánig. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál ezen az utazáson, és további jó kutatást kívánok!